Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy havi jóslás szeptember hónapra a nyilas jegyében születetteknél. Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérj tőlem egy személyes havi jóslást. A díjam, mint minden jóslásnál, 4000 forint. Azt is megemlíteném, hogy van most egy akció. Mégpedig, ha írsz egy e-mailt, kérheted a te személyes szerencse számodat, mindez ingyenes. És most megnézzük, hogy mi történik szeptember hónapban a nyilas jegyében születetteknél. Az első hét itt látható. Ez a torony lehet egy nagy épület a hegyvidéken. Azt is jelenthetik a kártyák, hogy szeretnél valamit kiépíteni, de még vannak korlátozások. Vagy ez a torony lehet egy hivatalos dolog, vagy egy bírósági ügy. Itt nehezen mennek előre az események, mire itt döntések lesznek, eltarthat a tél idejéig. De azért lesz szerencse is, hiszen itt van a szerencse, a virágcsokor jelentheti a te szépségedet, a te nőiességedet, vagy egy ajándék, egy jó hír útban van hozzád. Ez a kártya jelenti azt, hogy előre mennek az események, lehet egy szép autó vásárlása is, itt látható a szerencse. Ez a varázsló segít, hogy minden úgy alakuljon, ahogy szeretnéd. Jelenti a varázslatos kisugárzásodat is. Ha te egy hölgy vagy, megjelensz itt, mint egy királynő, és uralkodsz, elfoglalod a helyedet. Itt a tűz eleméről van szó, ami jelenti a bátorságodat, vagy a lelkesedésedet. Valami szép útban van hozzád, ami lelkesít téged. De azért a háttérben vannak itt még korlátozások. Később megváltozik a helyzet, és a gyűrű jelenti a kapcsolatokat, a szerződéseket, vagy azt is jelentheti, hogy valaki visszatér hozzád a múltból, de nála még vannak korlátozások, vagy valami blokkolja őt. Második hét, szeptember hónapban itt látható. Ez a férfi jelenti a férfiakat, vagy a társadat. Ő benne van egy szűkös helyzetben, ebből ő ki akar lépni. Ez lehet egy párkapcsolat, lehet családi kapcsolat, lehet a munkahely. Majd odafigyel az anyagiakra, és megnézi azt, hogy mi vagy ki értékes számára. Itt lesz egy hír, vagy lesznek szerződések, hiszen itt megjelennek az anyagiak, és a horgony jelenti a munkát, a hivatást. Itt lesz utazás, lesznek külföldi kapcsolatok, ez lehet internet kapcsolat is. Előre mennek a dolgok, és győzni fog. Itt előtte látható ez a kulcs, és ez jelenti az ő magabiztonságát. Amennyiben te akarsz változtatni valamit a munkahelyeden, vagy az anyagi helyzeteden, azért figyelj oda bizonyos dolgokra, ne siessd el a dolgokat, és itt szerencséd lesz, hiszen megvan a győzelem, és a kulcs segít abban, hogy kinyíljon egy új ajtó, ezek a lehetőségek. Harmadik hét, szeptember hónapban itt látható. Elhagyod a könnyek mezejét, lezársz bizonyos dolgokat. Elfoglalod a helyedet az életben, és ha te egy hölgy vagy, akkor megjelensz újra, mint egy királynő, ezúttal uralkodsz a víz eleme felett, ami jelenti az érzelmeket. Itt előtted látható, hogy tisztázódnak a dolgok. Kisüt a nap, megvilágít bizonyos eseményeket,
Itt a lilium jelenti a tisztaságot, a tiszta érzelmeket, és a gyermek az ártatlanságot. Persze a gyermek jelentheti a gyermekeket is, vagy egy új kezdetet. Itt látható ez a könyv, ez jelentheti a tudásodat, vagy egy továbbképzést. Itt a kard az döntésekre utal, hogy fontos döntéseket fogsz hozni, de úgy szeptember közepén még nagyon bizonytalan vagy, melyik úton kellene járnod, milyen döntéseket kell hoznod. Elfordulsz itt az események elől, hiszen hátat fordítasz ennél a döntésnél, hátat fordítasz az utaknál, és itt megjelenik a bizonytalanság. Az lehet, hogy nem a megfelelő időpont, hanem halaszd el úgy októberig vagy novemberig ezt az iskolázást, ezt az új kezdetet, ezeket a fontos döntéseket. Utolsó hét, szeptember hónapban itt látható. Nagyon sok a munkád, de a munkahelyen vannak igazságtalanságok. Légy inkább olyan türelmes, visszahúzódó, csendes. Mert ha kimondod a véleményedet, akkor az oda vezet, hogy vagy elküldenek, vagy lesznek viták, veszekedések. Maradj olyan barátságos, és figyeld az eseményeket. Ahol lesz mozgás és szerencse, az a párkapcsolat, az a szerelem. Hiszen ő közeledik hozzád, átnyújtja ezt az arany kejhet, ami utal az érzelmekre. Megjelenik a szerelem, az érzelmek, ez a nyitottság, hiszen útban van ez már hozzád. És ez volt a havi jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dender Rá!